Sziasztok! Amikor fölveszem ezt a videót, az jó pár nappal korábban van, mint ahogy kirakom, mert most megint összesűrűsödtek a dolgok, és azért egészen elképesztő, mert amit be akarunk nektek mutatni, az pont arról szól, ugye, az a kérdés, hogy szeressek, fájni fog. A szeretet pedig mindig fáj, és most pont egy olyasmi történt velem, ami, ami a helyére rakta ezt a gondolatot, és tehát a szinkronizitás megint elképesztő. Így ez tanító videó lesz, tehát igyekszem nem filozofálni, töfögni végképp nem. Mutatom nektek az állásokat, és akkor ö, beszélgessünk erről. Ugyanis azt látod, ugye, hogy ö, nap, hold, vénusz, kejron, szeressek, fájni fog, és ez mindez február 5-én jelenik meg az égbolton. Ö, direkt nem ö, ö, akartam én itt most ö, pontos időt mondani, ugyanis ez a négy égi test, ez tulajdonképpen majd egy alakzatot fog létrehozni, és majdnem mindegy a számunkra, hogy pontosan mikor, de véletlenül a 12 órás, tehát a déli 12 órás budapesti képletben még a végén egy csoda is kirajzolódik. Akik nálam tanulnak, azoknak fel szeretném, vagy felajánlom ezt fel szeretném hívni a figyelmüket, itt mutogatok, hogy itt van valami, ami aztán még így... Na, szóval szerintem látni fogjátok, hogy miről van szó, itt többiek pedig meg fogjátok érteni, legalábbis reméljük. És erről a klasszikus csapézról és kardinális tékvadrát, vagy kardinális tékvadrát, tehát karma ketrecről akarok beszélni, ami összefonódik, és tökéletesen kifejezi azt, ami a Vénusz-Keiron fényszögek nek az alkotó eleme, és ugye ebbe kapcsolódik be a nap és a hold, a két fényadó, a lélek, a hold, a nap, a tudatos elme, a tudatos ego, fogalmazunk így, nem, mi nem nézzük le az egót, kedves fiatal barátom, ha valaki azt mondja neked, valami gurú, vagy valamilyen iskola, hogy mondja le a testedről, meg mondja le az egódról, az minimum vágt pofán, mert pont azt a két legfontosabb dolgot akarja veled lerakatni, amivel itt a harmadik dimenzióban egyrészt működni tudsz, fizikai test, másrészt döntéseket, felelős döntéseket, és felelősségvállalást tudsz elvégezni, vagyis az ego. Tehát szó nincs arról, hogy bármit is le kéne raknunk. Pont a nap és a hold fejezi ki ezt, tehát megtölti energiával, tudatossággal, és illuminális, ugye a két fényadónk. És nézzük meg, az az érdekessége ennek a dolognak, hogy a Vénusz van ugye a központban, a nap és a hold pedig körbeöleli tulajdonképpen, éppen egy 60 fokot egy szextilt csinálnak egymáshoz, napokon belül ugye ott lesz az új hold, de addig is ez a téridő pillanat izgalmas a számunkra, hiszen a Vénusz a bakban egy pontos karma ketrecet vet a holcsomókhoz, ugye a kosmérleg jegyekben hátráló holcsomokhoz, és látjátok, hogy a Keiron majdnem beérte már a felszálló, tehát azt hiszem 18 vagy 19-én lesznek tűpontosak, tehát ugye két nagyon lassú dologról van szó, a holcsomók folyamatosan hátrálnak, a Keiron pedig próbálja őket beérni, tehát ez egy duplán is bepontosodó konjunkció, de még nem tűpontos, viszont az a, a, a minősége az már ott van, és akkor tulajdonképpen lefordítható így az az állás, hogy ugye a karma ketresz apexában a vírus, szeres, éj, boldogul, ö, hozzálétre létre harmóniát, legyen olyan fajta bázisod, ami, ami, a valóság és szerethető, és ráadásul harmóniát is hoz a holcsomó pontok pedig ugye a karmatengernek szoktuk nevezni, a leszálló a mérlegben a hozott viselkedési, mint a, ez a diplomatikus viselkedés, a befogadás, a hallgatassék meg a másik fél és a hűvös tartózkodó működés, a felszálló a kosban pedig azt mutatja meg, hogy tessék megtanulni harcolni, a kejrönt pedig a karmikus sebeink, amely a kosban tűzzel, vérrel, háborúval, agresszióval, erőszakkal kapcsolatosak. Érdekes módon ebben a jegyben van a kejrön legtovább. Ugye a 50 éves nagyjából a keringési ideje, tehát ha elosztjuk az 50-et 12 vel akkor 4 és felett kapunk. Ez lenne az átlagos tartózkodás egy-egy jegyben. Ehhez képest pont a mérlekben átrohan másfél év alatt, a kosban pedig 12 egész évig halad, folyamatosan oda-vissza, és egy 50 évvel rendelkező égítésnél nem szokásos az ötszörös tranzit, tehát, hogy átmegy egy ponton, hátra, megint átmegy, visszamegy, aztán megint hátra, aztán megint átmegy, mindezt ötször, mondjuk a Plutónál vagy a Neptunusznál ezt akár meg is szokhattuk, de a Keiron ebben a jegyben bizony megcsinálja az ötszörös tranzitjait is időnként. Na, tehát ez a lényeg. A karma kettet pedig azt jelenti, hogy ha van ilyened a képletben, hogy nem bacakolsz sokáig, nem fogod a karmikus mintázatokat sokáig működtetni, hanem elindulsz egy ismeretlen, de izgalmas mintázat felé, ez a felszálló. Tehát a kvadrátok, a napi konfliktus helyzetek ébresztenek rá arra, hogy a régi működés igazából nem, nem jó már. A, az új működést pedig minél előbb el kell sajátítani, mert az fogja a sorsodat beteljesíteni. Ez a T kvadrát karma ketrec, ráadásul kardinális jegyekben, tehát indító erő, kezdeményező készség van bennük. És a klasszikus trapéz pedig ugyanúgy a karma tengely alap, a kejrondal adja, és a két fényadó, és ugye még egy pici szárnyunk is van, tehát azzal egészül ki a dolog, hogy a trapéz, ez a klasszikus trapéz, eznek a belvilág a két trigon, tehát harmónia és áldás, méghozzá a leszálló nap és a felszálló hold Keiron között van a trigon, az egyik egy tűz trigon, a másik egy levegő trigon, tehát tűz és levegő, tehát intuíció, inspiráció, illetve gondolkodás, kommunikáció adja a belvilágát ennek a trapéznak, a teteje pedig igazából maga az angyalszárny, tehát nem elég azt, hogy felépünk a színpad tetejére ez a napolt szextil, hanem még ráadásul fel is tudunk emelkedni, pont a Vénusz a szeretet által. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen ez azért mégiscsak egy Keyron-Vénusz-vadrát is. Ö, ami bizony azt jelenti, ugye Judy hol a mestere mindig ezt mondta, hogy a szerelem fáj. Ezt mondogatta éven keresztül, és aztán besokaltam, mert persze nekem is van Vénusz-Keyron-vadrátom, ráadásul fix, tehát szó nincs arról, hogy engem hajtana, hanem éppen, hogy megbénít és azt mondta, hogy, vagy azt mondtam neki, azt kértem, hogy legyen már valami jövőkép, tehát könyörgöm, oké, fáj, tudom, leértem egy fél életet, úgyhogy tudom, hogy mennyire fáj, és akkor rám nézett a kis bölcs arcával, és azt mondta, hogy a szellem gyógyító erejűnek kell lennie. Na most a kvadrát az azért olyan nagyon nem gyógyító erejű, hiszen konfliktusokat generál, de pont a konfliktusok képesek felszínre hozni a sebeket, és abban a percben, hogy felszínen vannak, akkor már gyógyulni is tudnak. Tehát ez a lényeges dolog, tehát ez a lényeges ö, hangsúly. Itt vannak a transzendenségi testjeink, és van egy-két olyan ö, dolog, ami eddig talán nem is volt, azt hiszem a Rasz Algeti még nem volt, most lesz, illetve a Róta sem. És ami feltűnő volt, hogy egy darab don kívül természetesen egy, egyetlen darab miacuc sem volt itt ö, kentaur típusú égítest, látjátok, kék az nincs. A mostan, most bekapcsolódóknak mondom azt, hogy mindig szinkódolom az égitesteket, a transzendens égitesteket, a lila vagy magenta, azok az aszteroidák, a személyes karmikus szintet mutatják. Ha lenne kék, az lenne ugye a, a kentaur típusú égitestek, a karmikus sebeinket írják le, és a, hogy hogyan tovább, vagy fóbia lesz belőlük, vagy különleges képesség, a csillagok pedig, magasabb dimenziójú világok, nem a naprendszer, hanem az univerzum részei, ahova szintén tudunk inkarnálódni, és most a csillagok vannak dominánsan jelen, és, a, a, és, a, és a, az aszteroidák, a napodatlan kirki a varázsló, Amenhotep, ugye az egyik fáraunk, illetve a rótanev, a delfin csillagkép bétája. Ugye a szuarocin az alfa, egyiket ezek, ezek nave, nevekből, ilyen visszafelé nevekből kialakított csillagnevek, és a lényeg az, hogy a, a, a hogy hívják az egyik csillagász önmagát és a, a, bojtár, a csillagász bolytárának a nevét rejtette ebben el, de az egész delfin csillagkép a, az Atlantiszi karmának a gyógyuló helye. A Róta nev pedig a, egy kicsit bátortalanabbul gyógyítja mindazokat, akiknek erre szükségük van. A Holdon, ott van uh, Ras Algeti, ez a, a Herkulesnek az alfája, és most jelenleg a Herkules uh, nem látható az égbolton, uh, igazából amikor az Orion lemegy, akkor kéne, hogy fölkeljen, de a vicces az az, hogy ez a két erős ember, az Orion csillakép, ami most minden, minden éjszaka látható, és a Herkules emeli a a tejútnak a két végét, tehát a két, a két szakaszát. Nagyon, nagyon izgalmas ebből a szempontból. A Herkules ugye pont a nyári a égbolton látható, tehát majd akkor tudjátok figyelemmel venni. Egyébként a rassz az ugye fejet jelent darabul, tehát a rassz algeti az magának Herkulesnek a feje, a hősnek a feje. Az egész Herkules sillakép a hősiességről szól. A Vénuszon ott van psziché, a léleklátás, parszifál egy lovag, és a rugbat és a vega konjunkció, ezt lehet, hogy be is mutatom nektek talán, azt hiszem megcsináltam már, várjátok egy kicsit, várjátok, várjátok, megmutatom, csak akartam, ezek szerint nem csináltam meg, jó, nem baj, de pedig úgy emlékszem, na mindegy, nem érdekes. Teljesen mindegy, egyébként régebben megmutattam már, ugye a Vega a lantnak az alfája, ez egy északi csillagkék, a rugbat pedig a nyilasnak a térde, Pár nappal ezelőtt szerintem én ezt megmutattam nektek. Mindegy, teljesen mindegy. Nem szeretem ismételni magam az az igazság, keres rá, hogyha ez érdekel. Minden esetre Rugbat, a. a, a a nyilas csillagkép, most már emlékszem, mert ugyanezt elmondtam, a nyilas csillagképnek a lába, és ez a nyilas csillagkép nem egyenlő a kentaúr kentaurral, tehát nem kejronnal egyenlő, tehát nem, nem, ezt, hanem az, é, hanem az éjfeszítő népeknek a lóval összefolt minőségét szimbolizálja, és a rúgbat pedig az egyenes kiállást, az álhatatosságot szimbolizálja, azt tanuljuk ott meg. A vega pedig ugye az egyik táltos csillagunk, méghozzá a zene, ö, felröpítő, egekbe röpítő minősége. Mégiscsak filozófálunk, ugyanis főzés közben szoktam rádiót hallgatni, és egy nagyon érdekes beszélgetést hallgattam végig, ami arról szólt, hogy, hogy a, a különböző azokat ugye receptorok érzékelik, és ha növeled az adagjaidat, a boldogságra hajlamosító dolgok adagjait, például kábítószer, tehát a pótszereket, alkohol, kábítószer, szex, stb., akkor ezek a receptorok egy idő után kiégnek, és nem lesz belőlük új. És ezért van az, hogy a hozzászokás ugye jelensége, hogy állandóan növelned kell az adagokat, és végül semmi nem elégít ki. Ezt látod egyébként az elitben, amikor az, az elit hogy mondjam, szórakozási minőségei átsapnak rettenetes borzasztó dolgokban, mert már semmi nem elégíti őket ki, és megkérdezte a riporter, hogy akkor ennek mi az ellenszere, ugye arról beszélt, hogy a gyerekeknek gyerekekre kell a odafigyelnünk, és a gyerekeknek kellene más minőségű boldogság dolgokat adni, nem csokoládét és nem egyebeket, és azt mondta ez az úr, ez az, ez az orvos, hogy a, a művészetek, a művészetek azok, tehát a zene égberöpítő minősége az mindenféleképpen ott van. És ö, ö, ugye a vegáról jutott ez eszembe. És aztán Kairon, a, a Keyron egy darab aszteroida van ö, Pandora, illetve mi, igen, azért, mert nézzétek meg, ugye még nem teljesen tökéletes a konjunkció, ezért, és egy fok, ugye az a transzendenségítésnek meg a az tehát Pandora, aki ugye az első nő és ezt a szelencét őrzi, az a Keironon viszont a felszálló holcsombon meg ott van Klotó, a három párka közül az, aki megsodolja az életvonalát, és a Nórusz 2 szám az a ahogy a, az égi sárkányt lerajzolják, azok ilyen, teker, sárkánykígyónak rajzolják le, és ilyen tekervényei vannak, és ez a második számú tekervény. Az egész sárkány csillagkép pedig a kincs őrzéséről, vagy létrehozásáról szól. Tehát ez van a felszámon, a délin pedig a síva, a trimurtiból ugye a pusztítva újra teremtő. Tehát, mint hogyha itt el kéne pusztítani valamit, és újra teremtenünk talán az egész világot is. És akkor a pontokról egy gondolat. Ugye, ha megnézed, akkor egy nagyon érdekes felezőpont szerkezet látható, ez a napnak a felezői. Egyrészt ott van egy, tulajdonképpen a, a, az angyal, nem is az angyal szánt, tehát a, a hold, Keiron Trigonból, egy felező, ebből tulajdonképpen ez egy harmónia háromszög, ebből gyakorlatilag egy felezőpont szerkezet is van, de nagyon fontos azt értened, hogy ha van alakzat, Két égitest közébe kerülő harmadik az a felezőpont, és csak akkor értelmezzük felezőpontként, hogyha az valóban ö, nem hoz létre sem fényszöget, és éppen ezért alakzatot sem. És ilyen a Mars-Saturnusz felezője a napnak, és hogyha össze akarjuk olvasni, tehát hogy itt három direkt felezőpontja van a napnak, miközben mindegyik közelebbi, akkor ez a, ezt a napot a hold kejron, a hold felszálló és a Mars-Saturnus fejezi ki, és itt mindig nagyon pozitívan értelmezzük az égi testeket, tehát a hold kejronnak a legpozitívabb értelmezése az, hogy lelki fájdalom, lelki karmikus sérülések, amiket a család és az érzelmek tudnak enyhíteni, hold, hold felszálló, ez azt jelenti, hogy állj bele a lelked minőségével a sorsfeladatokba, és akkor meg tud, valósítani, meg tud valósítani önmagadat, hiszen azt fejezi ki a nap. És a Mars Saturnus pedig állhatatos erő, kitartó erő, ilyenkor nem úgy fejtjük, hogy impotencia, mert általában a rossz fényszögeket, tehát egy kvadrát a Saturnus Mars között az valóban egy ilyen tehetetlenség állapotot hoz, de itt tulajdonképpen azt kell megtanulni, hogy kitartó, következetes Saturnus erő erő vagy akaraterő működtetés, mars. Tehát ezek a napnak a felezői, tehát e, itt a nap ezek által fejeződik ki, ezek a bolygók hatnak a az fejlődése ebben a téridő És mondom még egyszer, hogy a hold Keiron trigon, vagy a hold felszálló trigon, az önmagában egy trigon, tehát ez is felező ugyan, tehát ez a, a hold kejron, a hold felszálló igazából alakzatot hoz létre a nappal. És akkor egy nagyon szép dolgot szeretnék nektek még megmutatni, méghozzá a budapesti képletben, egy, tényleg egy kegyelmi pillanatunk van február 5-én, pont déli 12 órakor, ugyanis létrejön egy melkaba, aminek a tetején az egyik csúcsán ott van egy angyalszár. És ezt a melkabát a tengelyek hozzák létre, illetve a tulajdonképpen minden három fő tengely venne, hiszen az asztendes, desztendes, MCIC és holcsomó, és mindegyik tengelyen ott van a tengelypontokon pontokon egy-egy égitest is, hiszen a hold ott van az e a descendensen, tehát megvilágítja a párkapcsolatot, <kül> annak fent van az emcén, tehát megvilágítja a jövőt, és a Keiron pedig ott van a felszállón, tehát lehetővé teszi azt, hogy a karmikus sebeinkre figyeljünk oda méghozzá, hogyan sorszerűen. És mindezt megkoronázza megint csak a Vénusz, tehát valóban a Vénusz az, aki itt a főszerepet játsza ebben a mostani téridő pillanatban. Tehát így néz ez ki, ezt most baromi gyorsan ledaráltam nektek, mert mondom, rengeteg iszonyú mennyiségű munkám van, de hát ez most már így lesz, és azt kívánom nektek, hogy ezt a kegyelem, ezt a kegyelmi pillanatot próbáljátok kihasználni. Mondom, velem egy csoda történt, én alapvetően nagyon-nagyon hálás vagyok a mostani téridőnek, mert mert egyrészt nagyon szépen vizsgáztak a, a tanulóim, másrészt sikerül, hál' Istenek, átadnom a tudásomat különböző szinteken, most már TikTokon is, illetve egy magánéleti dolog is úgy néz ki, hogy rendeződik, és az mindenféleképpen olyan, amit, amiben én nem nagyon tudtam volna beleszólni, mert nem lehetett, és most így úgy néz ki, hogy szépen oldódik. Köszönhetően ez a időnek Talán már ennek a melkavárnak az előző, előzetes hatása is ott van. Ugye pontosan tudjuk azt, én általában egy, a bepontosodás pillanatában mutatok be nektek valamit, de két-három nappal korábban már kiteszem, ugyanis az a kapu, amit ilyenkor a mintázatok megnyitnak, ott már lehet dolgokra hatni, és ezek a dolgok, ezek nagyon szépen tudnak alapulni, hogyha tudatosan élünk, és hogyha emeljük a tudatosságunkat, és ki is használjuk ezeket az erőket. Sokszor elmondom itt ezen a fórumon is, de talán nem érdemes, vagy nem felesleges megismételni, hogy nem a csillagoktól, bolygóktól vagyunk mi olyanok, amilyenek, hanem mi tudjuk felhasználni a keletkező mintázatokat. És erre gondoljatok, ha még nem tetted egyébként, akkor légy iratkozz fel a csatornámra, minél többen vagyunk, annál jobban felpikapolja az algoritmus, minél több lájkot like nyomtok, és köszönöm, hogyha megteszitek. Sziasztok!